Tető, és ottan megcsináltuk, ugye, mert akkor nem tudtunk fényképezni úgy, mint most itten. Hát ugye napfénynél lefényképeztük a gyerekeket, a fényképet csináltunk, és a gyerekekből csináltunk egy színtársulatot. És én hát ugye összeeszkáváltam egy kis történetet, menyasszonyról, vőlegényről, esküvőről, és amik voltak így ilyen kis ruhadarabok, a gyerekeket felöltöztettük, és aztán ezt lefényképeztük, és hát nagyon sokan adakoztak pénzt, és akkor azt a szegény gyerekek javára gyűjtöttük össze. Szutunk rá, nincs ővel volt, meg az is dukkál. Futballbíró volt a férjem. Nagyon szerettem, és fiatal házasok volt. Tehát akkor, mikor vezetettem, vagy értettem, vagy nem értettem, fönt ültem a dolgon, tekintélye volt, fes volt. Fes sem szaladgált, fes járással, fes tartással. Az apám mérnök volt. Azt mondják, nagyon boldog volt, mikor megszülettem. Mindig sétáltunk, azt hiszem dicsekedni akart velem. És nekem tudnom kellett, melyik szobor hol áll, ki hol született, és hogy a meccseknek mi a legmagasabb csúcsa. Vasárnap mindig a Dunakorzón sétáltunk. Ez volt a mániája. Egy kapucínár, egy jó erős kávé, és nekem egy indiáner. Mindig ezt rendelte. Alig volt pénzünk, de az anyámnak ez nagyon fontos volt. Anyám nagyon szép nő volt. Kislányos, tökéletes formával. Egy sok gyerekes csepeli munkás családból származott, de a műveltsége és a családból hozott finomsága voltak éppen az úgynevezett úri osztályba emelte őt. Az apám nagyon szerelmes volt anyámba, azt hiszem élete végéig reménytelenül, vagy legalábbis nem abban a hőfokkal viszont szeretve, vagy ő szerette volna. Ez a Buick kocsi,
ez nekem annak idején nagyon tetszett, és oda voltunk érte mi gyerekek. A szüleim pedig, ha egy színházi előadást, vagy egy opera előadást akartak megnézni Bécsben, akkor délután beültek a kocsiba, átsuhantak velem, és még az éjszaka visszajöttek. Másnap reggel apám már munkában lehetett. Albérletben laktunk főleg. Elég sokat költöztünk. Hol ki tudtuk fizetni a lakbért, hol nem. Inkább nem. Arra emlékszem, hogy... Hát holmink se túl sok volt, a költözés nem állt sokból. Ilyen kis húzós kocsin fölpakultuk a dolgokat, és mentünk. Nagyon késői gyerek voltam, és a szüleim rettentesen elkényeztettek. Apukám szegény származású volt. Azt szerette volna, hogy én nekem jobb életem legyen, mint neki. Zenére tanítottak, beirattak az Angol-Magyar Leánynevelő Intézetbe. Nagyon nem szerettem oda járni, de hát úgy csináltam, hogy örüljön neki. Én egy vegyes házasságból születtem, anyám katolikus, nagy katolikus családból. Ez pedig az édesapám gyerekkori pajeszos fényképe. Hát az apám a holti hadseregnek tartalékos tisztje, emléklapos százados volt, hát úgy mentünk végig, ekkora darutól volt az én sapkámon is, amikor egy ünnepélyes alkalommal valahova elmentünk, és akkor apám két oldalról bennünket közrefogott, talán van is valahol olyan kép, nem tudom, ami azt, itt van például egy fénykép rólam. Ez rólam készült itt valahol, ugye, azt hiszem, ez a Lánchíd, ha jól látom, ugye? Ez a Lánchídon. Akkor voltam 15 éves. Hát olyan büszkén hordtuk azt a sapkát, vagy itt van például egy gyerekkori kép cserkészkorból, ugye, farkas kölyök, akkor még úgy mondták, az ilyen kis, ez a sapka, ez még az árvalányhajas. Ugye, itt van az apámról egy kép, 1935-be készülhetett. Ez a sor kitüntetés, ezt viselte nagyon büszkén, úgyis már későbbi időkben, frontharcos időkben, hát itt van például a Ferenc József rend lovak keresztje, ami igen magas kitüntetés volt, és van itt még egy csomó más. Ezen az alapon volt a Horthy kivételezett, tehát emléklappal ellátott tiszt, ez például ez a kicsi dolog, ezt úgy hívták, hogy dögcédula tartó, rajta Ferenc Józsefnek a monogramja, és rajta a magyar korona. Apám egy vidéki zenekarban játszott. Ritkán volt itthon, de az mindig ünnep volt, ha bele lehettem. Sétáltunk a parkban. Én nyaggattam az apámat, hogy meséljen katonatörténeteket. De ő mindig csak annyit mondott, nézd, a fán ott egy pincs. Nézd, ott szalad egy gyík. A nyarat mindig Pécelen töltöttük. Igazi nagy családi ebédek, és a kertben volt egy nagy naspolyafa, az volt a főhadiszállásunk. Egyszer csak hallom a kert másik végéből, hogy valaki üvölt. Ich habe Herrn Dönes ein Angebot gemacht. Es ist nicht anderes als die Realisierung dessen, was er selbst schon zugesehen hat. Hat jetzt in Bayern Frieden oder Krieg. Wird entweder dieses Angebot jetzt akzeptieren und den Deutschen endlich die Freiheit geben, oder wir werden diese Freiheit uns jetzt holen. Harmadikban jártam a Dohány utcai polgáriba, amikor egyszer bejött a tanár, és akkor azt mondta, hogy álljon fel az, aki zsidó születésű.
és akkor el kellett hagyni az iskolát. És hát a gyerek fejjel azért már akkor tudta meg, hogy itt valami készül tulajdonképpen, azt hiszem ez 1941-42-ben lehetett. Akkor a polgáriskolába jártam, a szomszédom, akivel együtt ültem a padba, írt rólam egy verset, ezzel tüntökölt, vagy ezzel tevékenykedett. És hát a versre már nem emlékszem, a rím azonban még élek a fülemben cseng. Ő is olyan kicsi, mint én, csak ő zsidó, én keresztény. Ki volt adva, hogy az érettségi tablóhoz szükséges fényképeket egy Baross utcai Brunhuber nevű fényképész csinálja. Elmentünk, a legnagyobb megdöbbenésünkre, ott elő volt készítve egy magyar ruha, ez a zsinóros, akkori divatos magyaros ruha, egy olyan kabát, és a zsidó gyerekeknek nem volt szabad fölvenni. A tabló úgy készült el, hasonlóan, mint a többi tabló, csak azzal a különbséggel, hogy a mi képeink, tehát a zsidó gyerekek képei, azok alul voltak elhelyezve külön, kvázi gettóban, és a többiek azok díszelektek a szép magyar ruhákban. Egy keresztény fiú volt, aki azt mondta, hogy ő szégyenletesnek tartja ezt a megkülönböztetést, és nem vette fel a magyar ruhát, hanem ő is civilben volt. Nagyon érdekes. A többi általában megkunyászkodott, de talán az is ugye, hogy az akkori hangulat olyan volt, nem is vették ezt a dolgot annyira, ők nem vették komolyan. Sőt, az az érdekes, hogy a zsidó fiúk sem vették nagyon szívükre. Azt mondták, ha ilyen a világ, nem veszük fel a ruhát, kész. Amikor kimaradtam az iskolából, akkor tulajdonképpen segítettem az üzletbe, és ilyen adott tisztviselőknek, meg ilyeneknek hordtam a zuzsanát, meg kihordtam a tejeket lakásokhoz, házakhoz. Úgyhogy tulajdonképpen tanulás helyett akkor egész, amíg nem jött a 44-es idő, addig ebben foglalkoztam. Na most milyen szakmát választhattam? Egy kapuba egy cukrásznál ki volt írva, hogy tanulót fölveszek. Az apám bevitt oda, az a korosztályban voltam, hogy elvisz tanulónak. Hát amikor megtudta, hogy nem is kellett megtudni, mert hát amúgy is ránézett, és tudta, hogy zsidók vagyunk, hát sajnos azt mondja, nem veszük fel a fiát tanulónak. Hát nem is gondoltam, mert egy sváb család volt az. Hát. És akkor egy másik cukrás, épp véletlenül, de mert ha lakatos lett volna, akkor a lakatoshoz mentünk volna be, de épp egy cukrásznál lett kiírva, ugyanúgy, hogy a tanulók fölveszik. Ott fölvettek tanulónak. Én nem vagyok körülmetélve. Mert apám annyira modern ember volt, hogy ő azt mondta, hogy elég rossz tapasztalata volt a 19-es ellenforradalmi időben, amikor az embereket úgy vizitálták, hogy megnézték, hogy körül van-e metélve, vagy nem. És ő azt mondta, hogy ő a fiait nem engedi ilyen atrocitásnak kitenni. És milyen okos volt, nagyon okos dolog volt. Na most ugye én a sorozóbizottság elé bekerültem. Ott megnéztek, hát ugye csupaszon kell menni, ugye? És nagyszerű, minden rendben van, Frankó az orvos írtam mindjárt, hogy milyen alkalmas ember, és akkor valamelyik ott a bizottságból kérdezte, hogy milyen fegyvernemhez szeretnék kerülni. És én büszkén kivágtam, hogy repülő szeretnék lenni. De aztán az iratokat nézték, ugye, és rögtön ráírtak egy nagy zsébetűt, és így kerültem a munkatáborba. Apa próbált viccelődni, de anya ránézni sem mert. Egész éjjel nem aludtunk, de ők sem, mert a másik szobában égett a villany. Amikor apa elment, anyám akkor kezdett el naplót írni. Ma reggel Lajos bevonult. Nem mondták meg, hogy hová viszik. Nem tudok magammal mit kezdeni. Olyan üres minden. A gyerek is csak idegesít. Állandóan kérdezget. Nem tudom, hogy lesz nélküled.
egymásra borultunk, és úgy zokogtunk, és azt mondta, gyerekek, ne féljetek, ne bánkodjatok, meglátjátok, minden rendbe fog jönni, hiszen én bírom a gyaloglást. Hát én távgyalogó bajnok voltam, nem lesz semmi baj, csak ti legyetek egészségesek, és vigyázzatok nagyon, vigyázzatok magatokra. És elővettem a fényképezőgépet, hát hadd legyen nekem ez egy emlék. Majd megörültem az izgalomtól, mikor későn jött haza a tánciskolából, mert ott zenélt, nem tudott már elhelyezkedni, és én az ágyba fekve vártam, hogy jöjjön, és hát a vége az lett, hogy elvitték munkaszolgálatosnak. Ez pont egy nappal a bevonulás előtt készült. Kint voltunk a Városligetben. Ilyen búcsú nap volt, mert a barátnőm udvarlója is másnap vonult be. Idétlenkedtünk, hogy majd mi lesz a munkatáborban. Szabályosan gúnyoltuk őket. Ő meg lefényképezett. Ez pedig az utolsó fotó róla. Én nem mentem férjhez. És én már elkészítettem a csomagot és a ruhákat, mindent. De kölcsönkörösen kértem pénzt, mert az uram azt mondta, hogy Péter nem fog bevonulni. És akkor egy vagy két napot késett is az ő behívója, és akkor hallgattam. Ugye mondtam. És akkor jött, akkor kétségbe volt esve. És akkor megint én voltam a nagy és az erős, hát mindig az voltam. Hogyan búcsúztam el, úgyhogy dajkáltam az apját, és én csak az ablakból néztem. Drága anyukám, itt állunk a Ferencvárosi pályaudvaron reggel, vasárnap. Állítólag először Vászra megyünk, onnan pedig Borba. Minden azonban csak rémhír. Mindnyájan jól érezzük magunkat. Egész éjjel a rázó vonaton aludtunk, de oly jól, hogy még otthon sem lehet így. Csókol téged és mamit, Gyula. Nálunk az volt a szokás a faluban, hogy aki bevonul, az virágot tűz ki a sapkájába. Mondták is, hogy meg vagyok bolondulva. Itt vagyunk a marha vagonokban. Este felé indulunk. Először Pest felé megyünk, de hát ez bizonytalan. Valószínű, aztán déli irányba indulunk. Hová? Bizonytalan. Lehet, hogy nem fogok sűrűn írni, de azért legyetek nyugodtak. Csókolom. Esküszünk, hogy a haza és honvédelem érdekében teljesítendő munkaszolgálatunkat teljes készséggel a legjobb tudásunk és képességünk szerint teljesítjük. Tábori munkásszázad, munkában el nem fárad, erős és izmos a vállunk, ránk még sok munka vár. Dobban a szívünk, a lábunk, ajkunkról víg, nóta szál, jó fegyverünk, a lapátunk, munkára fel rajta hát.
drágám. Már nagyon várom a vasárnapot, hogy láthassalak. Biztos, hogy fog tetszeni neked a mi kis táborunk. Az őrvezető úr nagyon szívélyes, várlak, csókollak, Bélád. Blankát is csókolom, feltétlenül gyere. Kedvesem, a távollét szürke napjain előveszem a múlt emlékeit. Ha végignézed a képeket, remélem feltűnik ajkadon a mosoly. Hogy elfelejtsd a nagy távolságot, hiszen a szívem a képekben előtted dobog. És az elmúlt és a jövendő boldogságot látod, és azt üdvözli mosolyod. Drága jó csuszikám, ne légy beteg, imádkozom érted pici gyermekem. Csuszikám, azt üzenem, légy mindig jó kedvesem, lesz majd cukor, sütemény, mikor hazamegyek én. Szerintem az volna egyedül a rendjén, ha virág helyett magamat küldhetném. Ma sétálni voltunk. Állandóan lesem a postást. Mi lehet veled? Ez a kép nagyon fontos. Ez szabályosan egy bomb volt. A keret felmutatta a feleségemnek, aki odaadta neki a pénzt, hogy jobban bánjanak velem. Nagyságos Kauffer Gyuláné úrnőnek. Drága anyukám, én jól vagyok, semmi sem hiányzik. Pokrócot igényeltem. Egyébként nem vagyok Istentől elrugaszkodott helyen. Mindenről tájékozva vagyunk. Mi van apával? Az állásodról tudok. Csókol, Laci. Drága anyukám, miután arra alkalmam, hogy írhatok, ezúttal tudatom veled, hogy jól vagyok, semmi különös újság nincs. Másodikán ért lapomban kértem sapkát, amennyiben a Lacsinak a Levente sapkájában van, úgy azt küldd el. Mi van apával? Van már címe. Lehet, hogy Szolnokra visznek ideiglenesen Rommel takarításra. Most van szombat reggel, és bevagonírozás előtt állunk. A cél ismeretlen. Egyelőre azt hiszük, Vácra megyünk, de itt sem maradunk soká. Egyébként jól érzem magam. Levelet tőletek még nem kaptam. De most ne is írjatok, mert állandóan változik a helyünk. Itt minden fiú, én is jól van. Ezt megmondhatod a szülőknek is. Egy helyen vagyok én, Klein Iván, Dodi, Grünfeld, Friedman Andor és Harry. Sőt, az elemiből Klein Gyuri. Tudatom veletek, hogy csak a hadüzemeseket szerelték le. Az én iratom nem számít. Én jó vagyok, semmi bajunk sincsen. Mi van Lacival? Írjon ő is. Már alig várok hírt hazúról, de most sajnos nem lehet. A Jóisten segítségével hamarosan viszont látjuk talán egymást. Mami, és te hogy vagy? Remélem jól. Csókol mindenkit, Laci. Még akkor is, amikor még munkaszolgálatosok voltunk, volt egy, ha legyen munkaszolgálatosok, himnusza, aminek a refrén az volt, hogyha bármi vár ránk, de jó hazánk iránt hűtlenek nem leszünk, nem soha. Előtte még az volt, hogy és ha elhull egy bajtárs, egy jó cimbora, azt üzenjük majd haza. Ha bármi vár ránk, de jó hazánk iránt, nem leszünk, nem soha. Hát, ki gondolta ezt? Steiner Mór, Budapest, Nürnberg utca 13. Kedves szüleim, hamar írok egy pár sort. A lengyel-orosz határa megyünk tovább. Már most nem írok. Józsi. Értesítem, hogy Steiner József, 1914, munkaszolgálatos, a rendelkezésekre álló adatok szerint orosz hadműveleti területen júliusban eltűnt. A sógornőm, mikor megtudta, hogy eltűnt a férje, az én fivérem, 16-án kiugrott a 3. emeletről. Ma megkaptuk a lapodat, végre. Megünnepeltük a Szalainál. Márta moziba volt délután a végpityúval. Fülig szerelmes. Vasárnap délutánként a nagybácsim a feleségével, és én a szüleimmel és a férjemmel a Baross kávéházba szoktunk találkozni. Ott mi otthonosan mozogtunk, mert ez rendszeres volt. És a Willinek hívták, a főpincért, jó barátunk volt, és jött mondani, hogy bejöttek a németek.
Hát borzasztóan megijedtünk, és tudtuk, hogy ez semmi jót nem vonhat maga után. Március 19-én 44-ben már zsidó gimnáziumban jártam, és vasárnap tanítás volt ott. Apukám minden áldott vasárnap az anyjá sírjához kiment a temetőbe, én meg iskolába voltam. Összehívtak minket a tornaterembe, ott volt a templom is, az Abonyiba jártam, hogy azonnal mindenki a legrövidebb időn belül menjen haza. Mire hazaértem, addigra már az apu, nem is tudom, hogy a temetőből hazaért, hogy tele van a körút németekkel, a Royalnál német tisztek vannak, akkor jöttek be Magyarországra. Március 19-én, amikor a németek bevonultak, akkor azt mondta az apu, na most sokáig nem fogunk moziba menni, gyere várjunk, elviszik egy moziba. És március 19-én a Bássa moziba ültek. Na, nem emlékszem a filmbe, valami karádi film volt. De aznap még moziba voltunk. De sétáltam egy barátom alatt az utcában, mikor a körül csarkáz értünk, akkor látok, hogy vonulnak a németek. Ennek fogalmunk sem volt, hogy mi ez, mi 17 éves srác voltam. Nem tudtuk felfogni. Hát jöttünk vissza, egy vasárnap este volt, délután. Jöttünk vissza a térre. Tovább játszottunk. És a nővérem volt akkor olyan 16-17 éves, és egyszer hazarohant sírva, hogy volt eszem a 16. születésnapja, hogy valami furcsa szürke emberek mászkálnak a körúton, meg a népköztársaságúton, és valószínű, hogy hát ez lesz neki a végzete, mert érzi, hogy ezek a németek, ami aztán tényleg be is vált. És akkor épp a születésnapja volt, anya nagy ebédet készített, öten körülültük az asztalt, és hát mindenki letette a kanalat, és hát nem tudott tenni, mert mindenki sírva fakadt. Édesapám eredetileg, ugye mint mérnök, a hitközségnél, és utána pedig ugye a zsidó tanácsnál dolgozott. Eichmann március 31-én találkozott a tanácsvezetőivel, és azt közölte, hogy neki 70 ezer méter sárga anyagot szerezzenek be. Ebből készültek volna a sárga csillagok, és ő azt javasolta, hogy jelvényenként 3 pengőt fizessen mindenki ezért a csillagért. Ilyen nagy anyag volt, egy négyzetletes anyag. És akkor összehajtottuk, és olyan spicceket vágtunk ki. És nem tudom, 6 vagy 8, nem tudom hány csillag, hányat kellett, de egyforma szint, úgyhogy kanári sárga, az volt a neve, kanári sárga. Mindegyikünk azt hittem, mert volt egy vers, a magyarságunkról szól, és a refrén az, hogy én Istenem, mégis hátamon a sárga folt. Ez volt mindenre a refrén. És amikor mi megtudtuk, hogy sárga csillagot kapunk, mi azt hittük, hogy a hátunkra lesz téve. Hát milyen a gyerek, hát a Pisti, hát az egy dicsőség, ha valaki már olyan nagy, kapott egy csillagot, hát a többi is elkezdte követelni, hogy hát nekik is adjanak csillagot. Nem komikus, egyáltalában nem volt komikus. 1944 tavaszán léptem kapcsolatba először a zsidó üldözéssel azáltal, hogy anyám rávart egy nagy sárga csillagot a télikabátomra, és nem tudtam, minek kell engem megjelölni. Le is téptem az első utca sarkon, de minden nap fölvárta, és minden nap letéptem, és ebben egy oltári balhé volt, mert félt, ő egy törvénytisztelő ember volt, én meg nem. És a nővérem, senki nem vartuk fel a sárga csillagot, mert mi azt mondtuk, hogy nem is fogjuk fölvárni. És ott a Rákóczi téri csarnokban egy fiatal hentesmester volt, egy nagyon helyes, szimpatikus fiatalember, jól szolgált, így oda jártam, és akkor 3 nap után akkor lementem a csillaggal, azt mondja, nagyságos asszony, maga is zsidó? Mondom, az vagyok. Azt mondja, maga csak jöjjön, én mindenkor adok magának, ami van. Én voltam az erős lelkű, föltettem a csillagot, és amennyi idő volt, mert kijárási tilalom is volt,
járkáltam az utcán, hogy lássák, hogy lehet ezzel is élni. Emmának a férjét a 15-ös villamosról elvitték, mert az aktatáskájával eltakarta a sárga csillagát. Soha többet nem jött vissza. Vágyaim ne továbbja mindig a bicikli volt. Végre kaptam egy gyönyörű piros biciklit karácsonyra. Mire lementem volna, addigra megtiltották, hogy lemenjünk. Jöttek a rendeletek, és be kellett szolgáltatni a biciklit. Rettenetesen bőgtem, és az apám nagyon kiabált velem. Leszaladtam csak egy zöld paprikát venni, és mire följöttem, otthontalanná váltam, mert 2 órán belül pár száz zsidó lakást ki kellett üríteni, és minket lehelyeztek a házi asszonyhoz, aki az első emeleten lakott, egy 3 szobás gyönyörűen felszerelt lakásban, hát nagyon gazdag emberek voltak, és egy olyan brüsk asszony volt, hogy a lakókkal úgy szólván semmi közösséget nem tartott. Hát ide kerültem én, hát ő is oda volt, na de hát a kettőnk között én voltam a vesztes. Nagy lakásom volt, 34-en voltunk benne. Hát elkezdődött a Péter mennyasszonyának a szülei jöjjenek először, úgyhogy Péterről akkor tudok mindig valamit. És akkor mindig valaki még jött, úgyhogy 34-en ültünk az asztalnál. És úgy haragudott rám mindenki, és mindenki bántott, mert én nem költözködtem, de hogy én nekem az entronomat földülták, és mindent összevacakoltak, azt nem látták, de... 4 férfi hálóink, 1 protéin darab, 12 kézimunka, 6 kombiné, 2 szerintő, 1 fürdőruha, 5 szőnyegdarab, 5 szekrénycsík, 1 férfi öltöny, 2 meleg női nadrág, 1 muff, 1 levesespál, 1 kávéskészlet, 9 különböző pohár, 2 dézsa, 2 kávéskanál, 1 éjjeli. 4 kanál, 1 és egy fehér sapkám volt. Annyira szerettem, hogy azt még bedobtam a bőrömbe. Kisfiú, kislány, amibe korcsolyázni jártam annak idején. Hiába. Igen volt. 2 kávépítőszer, 3 kép, 1 kis vasúr, 1 felhúzható autó, 2 pár. Hát hogy lehet becsomagolni az életet? A nagyapám akkor már jó ideje kórházban volt. Imádtam az öreget. Ő egyáltalán nem volt hajlandó tudomást venni a külső világról. És ugye az ünnepeket is mindenféleképpen otthon akarta tölteni. Úgy gondolta, hogy ez lesz neki az utolsó. Vendégeket akart hívni, megterítetni az asztalt. És szegény anyám hiába magyarázta neki, hogy vendég az aztán van doszt, meg hogy az asztalon én és a Gabi szekszünk. Mi meg gondoltunk egyet, és megszöktettük. És akkor elköltöztünk Pestre egy hatalmas bérházba, ez csodálatos volt, a villamos csilingelt, gang volt, hátsó lépcső, 4 emelet. Házban rengeteg gyerek lakott, legalább 30 kicsit nagyok, általában az én korosztályom. Nagyon jókat játszottunk, és ott volt a Péter is. Ma már minden józanul gondolkodó előtt kétségtelen, hogy a Német Birodalom
ezt a háborút elvesztette. A hazájuk sorsáért felelős kormányzatok le kell, hogy vonják ennek következményeit. Történelmi felelősségem tudatában meg kell, hogy tegyek minden lépést abban az irányban, hogy a további felesleges vérontást elkerüljük. Elhatároztam, a magyar nemzet becsületét megőrzöm a volt szövetségessel szemben is. Ezért közöltem a Német Birodalom itteni képviselőjével, hogy ellenfeleinkkel előzetes egyveszületet kötünk, és velük szemben minden ellenségeskedést beszüntetünk. Bízva igazságérzetükben, velük egyetértésben kívánom a nemzet jövő életének folytonosságát és békés céljai megvalósítását biztosítani. Egyszer csak kinyíltak az összes ajtók. Nem tudok beszélni. Mint hogyha a rabok kiszabadultak volna, amikor elhangzott a proklamáció, és mindenki tépte le magával a csillagot, és a csillagok hullottak le, és mindenki rohangált, hogy nem tudta, hogy hova, mi legyen boldogságában, és táncoltak, és mindenki boldogságában nem tudott mit csinálni, hogy végre megint emberek leszünk. Elmentünk az én régi ismerősömhöz, a Rozgonyi fényképészhez vasárnap délután. Én nekem volt egy katonaköpenyem, alatta katonaruha, és azt hiszem a kép árulkodik arról is, hogy a katonasapkát a fejemre tettem, senki nem mondhatta rólam, hogy ez nem egy igazi góly gyerek. Boldogok voltunk, vége a háborúnak, hála Istennek. Hát nem úgy történt. Jöttek a nyilasok, persze föltételezem, én biztos vagyok benne, hogy ezt már előre készültek, mert hogy annyi nyilas egyenruhász, karszalag, minden készenlétben volt, ez elképzelhetetlen, ha nem készült volna erre. És hát akkor újra bujkálunk keleti Pesten. Rettentes pánik tört ki percek alatt, mindenki rohangászott, sikongatott, még az anyám is pedig, hát ő. Nem értettem, hogy miért, én magam is rohangáztam leföl a gangon, aztán lementünk a pincébe. Aztán anyám összeszedte magát, megnyugodott, és akkor leült velem szembe, és elkezdte nekem magyarázni a dolgokat. Nem felvilágosított, hogy hogy is van ez a lányoknál. Emlékszem egy esetre, itten akartam a barátomnak, aki a nagynéni volt, telefonálni itt a Klauzál téren. És a telefonfülkébe hívom a számot, és két gyerek ottan áll, és azt mondja, ez egy zsidó lehet. Mert látta, hogy a csillagok, amik föl vannak varva, letéptem a csillagokat, ugyan, de hát azok a hat varrás, az rajta volt. Hát gyorsan kijöttem a fülkéből, és hát kibontottam, hogy ne lásson rajta. Mikor Szálasi uramra jött, akkor összegyűjtötték a ház udvarán az embereket, az asszonyokat, férfiakat, gyerekeket. És hát sorba állítottak, és vittek bennünket a Duna felé. Gyerünk, most megyünk. Nem lehetett mondani semmit. Édesanyám oda készített valami kis táskát, és a Gáborka ilyen kicsi volt, 2 éves volt. Azt mondta, hogy mondjam, csak mintha oda tartozott volna. A hatalmas tigris tekintete bátor, nem nagyon ijed meg a csúnya, vagy milyen vadásztól, bátor vadásztól. Külön választottak az anyukáméktól, és én egyedül maradtam, és vittek a téglagyárba. Mert az anyuikat is a téglagyárba vitték, csak egy másik csoporttal. És oda kikerültem, leültem egy darab fára, és ott magamba voltam roskodva. El nem tudtam képzelni, hogy most mihez kezdek. Maga az utca is furcsa volt nekem, hogy hónapokig nem voltam az utcán. És az apukám a világos trakrabátomról megismert, messze. Oda ment egy rendőrtiszthez, és nagyon szépen megkérte, hogy az ott én lányom, hagyj jöjjön legalább ebbe a csoportba, ahol vagyok. És oda jött a rendőrtiszt, és átvittak a csoportba az anyjaikhoz. És ott bújtattak, guggoltam az öregek, hogy visszakerüljek velük a gettóba, hogy nehogy elvigyenek, mert én egy olyan csoportba voltam, amit aztán indítottak Németország fele. És anyámon egy magasszárú cipő volt, egy városi bunda, ez a légóparancsnok hozta a karjának, és akkor rám néz, és azt mondja, ne haragudjon, magának most innen vissza kell menni. És én akkor levettem a hátizsákot, és rátettem az anyám hátára. Borzalmas, ha egy férfi bevonul, vagy valakinek a fia, vagy valakinek az anyja bevonul, ezt ne érje meg soha senki. És mikor a hídhoz értünk, a Margit hídon mentünk keresztül, akkor mondtam a férjemnek, hogy én elkiáltom magam, hogy fusson mindenki,
ahol tud. Azt hittük, hogy visznek belünket a Dunába. És azt a férjem, hát megőrültél, hát le fognak minket lőni. Hát mondtam, mindenkit nem lőhetnek le, mert ez egy hatalmas tömeg, és néhány nyilas kísért bennünket. Hát aki megmenekül, mégiscsak megmenekül, de hát nem oda vittek bennünket, hanem a téglagyárba. Tatterszál, szakadó esőben, szabad ég alatt. Eszembe jutott, Viki, mennyit járt ide. Márta Pityut kereste, de ez képtelenség volt ebben a tömegben. Mivel elhatároztuk, drága Lilimmel, elhatároztuk, hogy összekötjük zsebkendővel a kezünket, hogy soha el ne hagyjuk el egymást. Mert ott a minden egyik a másikat kereste, sötét volt, kerestük egymást, kiabáltak, hol vagy, és mi összekötöttük zsebkendővel, és elhatároztuk, megfogadtuk, hogy soha el nem hagyjuk egymást, és mindenünk közös lesz. És akkor egy nagyon fejlett, szép lány volt, úgyhogy tulajdonképpen kinézett 18 éves korához képest 20-nak, és volt neki egy keresztény vőlegénye, az Anti, aki akkor katona volt, és hát mennyasszony volt, és akkor beveszéltek a nyilasok, hogy majd ő fog vele találkozni, és az akkori stafirongot, az összes mennyasszonyi kelengyéjét, ruháját, minden, hát még én segítettem, és betaraktuk a hátizsákba és a batyuba, és még mindig mondtam, hogy ezt vigyél el, azt vigyél el, és hát ezt vették el tulajdonképpen a Holmiát. A józsefvárosi pályaudvaron ott volt a Wallenberg. Egy nagy könyv volt előtte nyitva, és mondta, hogy kinek van itt spanyol védlevele. És én jelentkeztem, hogy nekem svéd védlevelem van. És akkor a Wallenberg mondta, vigyék be a svéd követségre. Hajtottak, annyira hajtottak a vonatig, hogy nem is kerültünk együvé a család, mert apám meg a nővérem, a Marikával külön voltunk, és mi meg a sógornőm, meg anyám, nővérem, a gyerekekkel, meg én megint együvé került. Mondom a faternak, mondom, apai meglépek, nem jössz? Hát ő szegény nem mert jönni. A fatertől, szegélytől elbúzsúztam. Szóval is láttam. Fölszálltam, oda mentem a hévhez, fölszálltam, kiléptem a sorból, lépofával, a sárga csillagot ugye eltakartam, persze az volt, ugye. Őszálltam a hévre, a lépcsőn álló, még volt hely, mert tömött volt, és bejöttem Pestre, nem szólt hozzám senki. Ők meg biztos mentek. Hazajöttem, mire hazajöttem már. Se a anyám, se testvére nem voltak. Időközben őket is elvittem. Elvittem mindkét sembe. Az országúton végigmenet, csak apasztott embereket láttunk keresztül, hasba szúrt embereket, csontváz embereket, meghalt emberekről vágták le a húst, és azt ették, amíg mindig életbe akartak maradni. A kenyeret helyét felé vágtuk. Leterítettünk egy ruhát, és arra elosztottuk héttel. Mindenki beleszólt, hogy ebből egy kicsit le kell venni és ahhoz hozzátenni, és amikor már mindenki beleegyezett, hogy egyforma a hét, akkor megszámoztuk. És azt a hét számot azt betettük egy kalapba, és mi kikötöttük, hogy a morzsa, ami alul van, hogy kié lesz. És így lett elosztva a hét kenyér. Hát ez volt a napi elfoglaltságunk és a programunk. Volt egy barátom, egy földim, aki ugyanabban a táborban volt, egy iskolatársam, egy nagy, erős fiú volt, és hát elmentünk meglátogatni, mert a másik végén volt a tábornak, és mentünk. Hát, és hát már mi szegényt ott, amikor láttuk, ő a kenyérosztás után lehetett ez, mert még morzsás volt a szája, de már meghalt. Hát ma elég iszonyú,
de akkor egyáltalán nem volt az, hogy a morzsát, ami a száján volt, azt leszettük és azt megettük. Megpihentünk, de hamarosan halljuk, hogy éjjel razziázni fognak ott az üldögélő bakákkal, kezdik barátkozni, akik bevisznek szerelvényükbe, és helyet szorítanak nekünk. Egymás karjában fekszünk, ölelünk, csókolunk, egymás karjában alszunk, visszacsókolom őket, mert hiszen ők olyan jók és kifejezetten gyengédek is. És közben Túluskára gondolok, meg a kisfiamra. Selény utca, Dohány utca, Dob utca. Itt volt a régi gettó. Biciklivel itt szaladgáltam, katonaruhába. Ezek a régi utcák. Gond voltak, csendőrök elvittek bennünket az Akácsa utcába. Úgy közben a Berta nénit elrám cigálták mellőlem, és az utolsó sorba tették, hogy hát ha el tud menekülni, de ő nem akart elmenekülni, ott akart maradni, ahol én vagyok. És ott betereltek egy udvarra. És mindenki bement egy földszintes lakásba, és én álltam, mint szamára hegyén az udvaron. Jaj, a gettó alatt annyi helyen kellett lakni, hogy amennyi egy sír, olyan, és oda le voltak téve, vagy rongyok, vagy szalma, vagy nem tudom, mi is azonnal jutunk. Sorba, semmi, teljesen üres volt a szoba, csak így aludt, vagy 30-an, sokan. Elkészült a gettó palánk valamikor november közepetáján. Ez egy óriási szervezési problémát jelentett. Ezek közt az iratok között többek közt megőriztem például az Pausz helyszínrajzok körzetek részletes jegyzéke. A palánkokat egy August nevű vezető nyilas építőmester készítette, de úgy, hogy zsidó munkásokkal végeztette el a munkát. Az anyagok költségét, körülbelül 100 000 pengőt a tanácsnak kellett kifizetni. Reggel 7-kor elvittek minket a Klauzáltérre, és onnan a gettóba, kifosztva. Új címünk, Leselényi utca 14, első emelet előszobája. Elveszett a tollam. Az előszobából beköltöztünk a nagyszobába, ahol 19-en alszunk a földön, egymás hegyén hátán. Márta sírt, én is, csak meg ne lássa. Kedves Rózsim, itt vagyok hétfő óta, Veselényi utca 9. Privát helyen, hideg van, nincs fűtés, hozzák az ennivalót a szokott helyről, ez a zsidókonya. Én nem eszek, hogy bírom, nem tudom. Teával élek, mert nagyon félek, lekvár zsír van velem. Csókollak ezerszer a mama. Hát mondom, hogy hogyan, hogy hárman feküdtünk egy ágyba. Azért megvoltunk valahogyan. Hát voltak olyan dörzsölődések. Még voltak, akik udvarolni akartak, meg voltak, akiknek sikerült. Hát nagyon össze voltunk csukva. És nagyon féltünk mindenki. Egy napi meleg kaja, valami kis leveske vagy kis főzelékecske mindig került. Emlékszem, hogy nem volt egy tisztességes csajkám, hanem egy ilyen félgömb alakú lámpa búra volt a kajáló ibrike. Nem is lehetett letenni, mert folyton feldőlt.
és voltak szalmazsákok, és olyan vidám élet volt, mert nem fogtuk fel, hogy ottan meg lehet halni. Tehát gyerek másképp éli ezt meg, vagy legalábbis én emlékszem, ott éppen az Acélember című tudományos, akkori tudományos fantasztikus könyvet olvastam, és nem nagyon érdekelt, hogy majd csak lesz valahogy, gondoltam. Mikor már nem volt mit kajálni, mert már nem főztek nekünk, akkor buberálni jártunk, kimentünk a házak közé, és a szemétből ezt-azt, amit lehetett, kifosztott élelmiszerboltok sarkaiból. Minden pincében azt hiszem van olyan gerenda, azon úgy ültek a patkányok, mintha veredek, vagy nem tudom, nem féltek azok, nem törődtek vele, hogy mi ott jövünk, megyünk. Nem volt gyerekem. Zsúrom volt. Egy láda volt, én nem tudom, egy holmi között egy falvédő volt. És azt a ládára rátettem, meghívtam az asszonyokat, kenyeret és cukrot hozom mindenki magával. Én adtam a teát, és ez volt a zsúr. Az egyik asszony cukrosod, és nem adtak neki gyógyszert, és szegény nagyon szomjasod. Mindig vittem neki pohárba, még egy kis vizet, hogy kiöblítsa. Ott előttem meghalt, és ha hiába haltak meg, ugyanúgy jöttünk tovább, már olyan fakírok lettünk. A gettó bezárult. Nincs élelem. Éhesek vagyunk. Ti is? Esténként asztaltáncoltatással foglalkozunk. Én mindig rólad kérdezek. Nevetni, ha látnál. Itt már deszka van. Ahogy a háznak vége volt, itt már más nem volt, csak a deszkafal. És innen jöttek fel a nyilasok. Mindig berúgtak, és akkor innen feljöttek, egyenesen irány a gettó, és a lövöldözés. Boncolási jegyzőkönyv, 1944. november 30. Dejcs Lajos, 71 éves, mérsékelten, gyengében táplált, gyenge izomzatú férfi. A szájüregben vér van. Az áll és az ajak jobb oldala súlyosan roncsolt, szélei foszlányosak, és sötét szürke füstcsapadékkal és néhány koromszemcsével fedettek. Spitz Károly, 54 éves, barna, rövidre nyírt. Neyman Sándorné, 60 éves, mákos, konyba fogott. Radó Györgyné, 40 éves, fekete, hátul összefogott hajzat. Ott lakott a Illa, az is már meghalt. Ő neki volt egy nagy térkép, egy ilyen világtérkép, nagyon nagy. És abban a gombostűvel látni, nézzük, hogy hol vannak a oroszok ma. És ő mindig nagyon jókat mondott. Tudtam, hogy nem igaz, de csak a jó érzés volt az hallani. Úgy, hogy ott fölidegesítettem magam, akkor ide jöttem le. Hogy merre vannak, hogy tudjuk, hogy merre vannak. Aztán egyszer éjjel hallottam. Akkor tudtam, hogy már közel van a gépfegyvernek a hangját hallottam, hogy akkor most már közel vannak az oroszok. Jaj, de jó volt. Jaj. Le voltunk a plincébe, és nekem nem volt semmi ennivalóm azért, mert én mindig mondom, szaladgáltam, nem volt mit enni. És egyik asszony azt mondja, ha fölmegyek, hogy meg lövöldözések is voltam, hogyha fölmegyek, és a kajhán van nekünk bab, ad nekem szívesen belőle. Mikor lejövök, akkor látom, nyitva volt a kapu, kinézek, látom, hogy az egy orosz katonát öleltek. Letettem oda a földre a fazokat, szaladok le a pincébe. Azon a két szememmel láttam, hogy nyitva van a kapu, és egy orosz katona csókolt. Nem tudom, mi volt a neve válnak az asszony, hogy az megcsókolta az orosz katona. Most se tudom, hogy mi lett a fazékkal, meg semmivel. Hideg, nagyon hideg tél volt, csak hallottuk, hogy ropog a hó. Ropog a hó, azt hittük, hogy
talán már értünk, de a németek se fogsatlan látjuk az első orosz katonát, és persze hát nem lehet leírni, hogy mi volt akkor, hogy mi megmenekültünk. És egyszer csak jöttek be az oroszok, és mazsolát adtak, ilyen kis mazsolát mindenkinek, aki öreg volt. De azt hiszem, én még nem kaptam mazsolát, még akkor nem voltam olyan öreg. Én nem találtam őket különösen, mondjuk, elrettentőnek, bár egyik másik, hát meglehetősen ijesztő kinézésű volt. Lejött a pincébe, és erre mondom a másik lánynak, aki ott volt, hogy ez olyan jóképű, mintha nem is orosz vonat. Olyan volt, mint egy tatár, félelmetes, aprótermeti, mongol szemű, és azt mondták, hogy ez az elit sereg. Lejöttek a pincébe, viharvert, fáradt, elcsigázott orosz katonák. Ez a júj, na, hát ilyen, vagy Kazaksztán, szóval olyan mandula szemű. És akkor nagyon-nagyon messziről egyszer meghallottam egy zenét. A Kék Duna keringő volt. És ezt az oroszok játszották valahol. Hát az valami csodálatos érzés volt. Akkor utána még sokat bombáztak, meg sokat lőttek, de engem már nem érdekelt. És oda jött egy hatalmas, nagy orosz katona a bajonettel. Azt hittem, meg az kar ölni. Hát így mutatta, hogy le. Még úgy mentem haza azért sárga csillagra, akkor mindenki szólt, hogy miért viselem, minek viselem, nem kell viselni. A jó emberek, akik nevették, hogy volt sárga csillagom, akkor megváltoztak. Hát a perzolás napján, másnapján, ugye, hát hova vezetett volna az első utam? A Klázár térre. Megdöbbenésemre. Megdöbbenésünkre, hát borzalmas látvány tárult a szemünk elő, hullahegyeket láttunk. A sarkon volt egy patika, a Stelle fölstriktolva plafonik hullákkal, és amerre néztük mindenhol, borzalmas volt. És hát oda letettem, tetvesen, vakon, éhesen, minden segítség nélkül. Hát akkor már nagyon rövid ideje volt hátra, és úgy megérezte, hogy mikor fog meghalni, mert még pillanatokkal előbb azt mondta, na drága lányom, már nem sokat tart. Az anyósom is velem volt, és az még nem értette szegény, azt mondta, hogy én csináltam az egész gettót neki, és mindenkinek panaszkodott, hogyha hazamegyünk, akkor majd az ő fiától én mit fogok kapni. És mikor már készültünk hazafelé, akkor ketten is felajánlották, hogy ő hozzája menjek, mert az uram úgyis ki fog dobni engem. De nem merte szegény megmondani az uramnak, csak ott verte a dobot, hogy a szomszédok lássák, hogy ő milyen nagy asszony, és én milyen rossz vagyok. Együtt lakunk az árjákkal. Olvasod-e valaha ezeket a sorokat? Minden reményem, hogy viszont látlak. A helyzet rémes, még a gettóban is jobb volt. Emlékszem, mikor az apámat megláttam, a jól ismert ajtókeretben, akkor robbant ki belőlem valami iszonyatos, hisztérikus zokogás, mert akkor oldódhatott föl az egész lerakodott és befagyott élmény zuhatag, amin keresztül mentem, és akkor érezhettem utólag a halálfélelmet is. Mint fiatal lány részt vettem a deportáltak fogadóbizottságában. Egyetlen egy lett a lelkünkre kötve, hogy mondjuk meg nekik, hogy nem lesznek már fertőtlenítve. Egyszer csak megláttunk egy füstöt, és a füsttől, a vonat füstjétől olyan halálos csend lett,
egy pillanat alatt felbomlott a sor, mindenki végigfutott, rohant ordítani a saját hozzátartozói nevét. Én kiabáltam Weiss és Reich. És ezt a csalódást, amit egymásra meredve a vadidegen emberek átéltünk, azt így elmondani nem lehet. Hát megérkeztünk a Ferencvárosi pályaudvarra, vagonba. És akkor ott kiszálltunk, és hát jöttünk. Hát ugye a Lili annyira beteg volt, hogy minden utcasarkon leült a kőre, nem tudott menni. És akkor jöttem, hát lassan gyalogoltam, kaptam paprikás krumplit egy helyen enni, akkor egy nagy szenzáció volt. Hát minden, ugye nem volt villany, és nem volt se villamos, se sinek, se semmi. És eljutottam végre nagy nehezen délutánra a mostani Biketérig. És akkor ott találkoztam egy emberrel, aki a házba lakott, egy lakó, a Baross utcai házban. És megkérdeztem tőle, hogy van-e villany Pesten, és hogy mi van a szüleimmel. Hát azt mondta, hogy villany nincs, de úgy tudja, hogy az udvaron fényképeznek, az apám fényképezik az udvaron a nappali fénynél. Egyenesen bementem az üzletbe. És akkor az apám meglátott, és azt hitte, hogy én már nem élek, és a falnak szorított engem, és elkezdett ordítani örömébe, sírt. Megjött a lányom, és az apám végig vágódott, és agyvérzést kapott örömébe. És itt hagyott minket, meghalt. Apám, anyám húgának a férjével, a nagybátyámmal vonat tetején utazva elmentek. Akkor már egy osztrák faluba, Lichtenbergbe, ahol anyám az amerikai kórházba életben maradt 30 nem tudom hány kilóval. És emlékszem, amikor hazahozta, akkor mi már Csepelen laktunk, és megérkezett anyám egy vízna, piszkafalábú, csúnya, májfoltos asszony, aki legnagyobb megdöbbenésemre semmi közöm nem volt hozzá. Én vártam, hogy az anyám jön, és az én anyukám, és napok teltek bele, míg egyáltalán tudomásul vettem, hogy ez az ember, a Feldstein Ilona az én édesanyám. És hogy lassan, ahogy leszoktunk egymáshoz, azt hiszem egy nagy rombolást vitt mindkettőnkbe véghez az egész dolog. Ő egy kicsit le is épült, elsivárosodott érzelmileg ebbe az egész dologba. És aztán lassan-lassan állt a helyére a dolog, de már olyan soha nem lett, mint háború előtt. Hazajöttem, már itt Pesten megtudtam azt, hogy senki ott nem érkezett, mert csak az apám, aki munkaszolgálatból érkezett haza. Hát hazamentünk, én már hazamentem a vezértúrra, és hát akkor még reméltük, hogy jön valaki haza. De nem jött. Apám, anyám, férjem, kisfiam, nővérem és kislánya, bátyám, feleség és két kisfia, másik bátyám, és végül én, aki szintén halott vagyok, bár senki nem gondolná rólam. Kerestem egy magyar lágert, egy magyar barakot, tudatra nem tudtam, hogy mi van. Nem találtam semmi ilyesmit, és csak egy nagy falat, egy ilyen obeliszk, és minden nemzet nyelvén ki van írva, hogy az emlékezés. Azért mégis jó, hogy elmentem, nem bántam meg, egy kicsit megkönnyebbültem. Azóta is várom a szüleimet, a testvéreimet. Egy éjszaka, egy sikoltásra ébredtem, de én sikítottam, megjelent egy ilyen üvegajtó előtt a fiam, a férjem. Borzalmasan néztek ki, valami lehetetlenül öltözve. Nem szóltak egy szót se, de hullaszerűek voltak. És mondom, hát szóljatok, egy szót szóljatok. Hát eltűntek, és soha többé nem jelentek meg, és az éjjel hallhattak meg, és akkor gyújtok
Miért se tudtánk? Az az utolsó szép ebéd, amikor öten együtt ültünk körül az asztal körül, és még együtt voltunk. Azt nem lehet elfelejteni, hogy az ember öt ember volt. Nagy ünnepélyek az utcán. Álltam, rád gondoltam. Ott hagytam az egészet. Apa soha sem jött vissza. Hát akkor hol van a jó Isten? Hol törődött valakivel? Ha lett volna, vagy lenne, nem, minden megingott bennem, minden hit megingott bennem, mert ez nem történhetett volna meg. Ha tényleg van valaki, egy természet fölötti valaki, aki ezt megakadályozhatta volna, de nem akadályozta meg, hát nem tudok hinni. Hát sajnos nem tudok, pedig nem jobb hinni, mint nem, valakiben megbízni, de nem hiszek, nem hiszem, hogy van. Mert ha lett volna, segített volna rajtunk. Én most se értem az egészet, hogy hogyan volt. Olyan magyarok voltunk. És a Móri Zsigmond azt mondta, a magyarságom almájáról le akarták hámozni a magyart. Pedig azt nem lehet, mert önélményebben hámozzuk a közepébe levő magba. Az egész alma megint bent van, és egyszerre meg akarták ezt tagadni, de nem lehet. Éppen olyan magyar maradtam, mint amilyen magyar voltam.